Remek volt a hangulat a fiataloknak szervezett bálon. A Vajdasági Ifjúsági Fórum 27 aktív taggal büszkélkedik. Köztük van Pein Lea is. Tök jó az, hogy van egy olyan társaság, akik azon dolgoznak, hogy jobbá tegyék a fiataloknak az életét Vajdaságon belül. És szerintem mindenképp fontos az, hogy a WIFO nem csak bulikat szervez, hanem oktatási, kulturális rendezvényeket is, és összeszedi azokat az embereket, azokat a fiatalokat, akik erre nyitottak, és szerintem erre óriási igény van, és én is nyilván örülök annak, hogy vannak ilyen programok, és úgy éreztem, hogy szeretnék ennek a része lenni. Fehér Kornél főszervező elmondta, hogy egy hagyományos bált szerettek volna szervezni a fiataloknak hagyományőrző jelleggel. Úgy látszik, igénye van a fiataloknak erre, hogy egy ilyen népőrző, hagyományőrző rendezvényen is részt vehessenek, mindez a bál, ezért szerveztük meg. A programterve a mai bálra igazából elég szolid, egy kis vendégfogadás, utána a vacsora közben tombolaosztás után egy kis buli, aztán felolvassuk, hogy kik is nyertek, és igazából aztán buli hajnalig. 43 darab tombolát ajánlottak fel a vajdasági vállalkozók. A fődíj egy zágrábi út volt. A szervezők a bál után sem tétlenkednek, ugyanis november 18-án tartják meg a 7. Kiállni sosem árt elnevezésű művészeti eseményt Zentán.